Rendhagyó módon nem két, hanem három csapat sorakozott fel a bemutatáshoz a baktai futballpályán. A Magyar Jogász Egylet Paragrafus Kupa válogatottja 2011 óta minden évben játszik egy nagypályás meccset a görögkatolikus pap kispap válogatottal, ezúttal viszont nem egymás ellen, hanem a parlamenti válogatott ellen léptek pályára. Mégpedig úgy, hogy egy-egy fél időt játszottak a végig pályán lévő parlamenti csapat ellen. Minden mérkőzést az ember úgy vár, hogy szeretné megnyerni ezt a mérkőzést, illetve úgy várja, hogy egy jó meccs legyen belőle. Én azt gondolom, hogy itt minden adott ahhoz, hogy egy nagyon jó meccseket játszunk. Látom, hogy körbenézek, hogy mindenki elhivatott, mindenki győzni szeretne, és ilyen esetben pedig mindig jó meccs szokott kikerekedni. Természetesen bízom benne, hogy a sportszerűség egyében és sérülés nélkül sikerül a mérkőzéseket hoznunk, és bízom abban, hogy jó élményt tudunk nyújtani mindazoknak, akik kilátogattak ide Baktalórendházára. A papok kispapok csapatában határon túlról érkező játékosok is szerepeltek. Lelkileg tökéletesen fel vagyunk készülve, fizikálisan nem annyira. A csapat pedig azért érdekes, mert Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről is vannak társak, papkollégák, akik itt vannak. Azaz egy egységes és összmagyar görögkatolikus csapat állhat ki. Volt olyan országgyűlési képviselő, aki nem futballszerelésben, hanem civilben vett részt a mérkőzésen. Örömmel tölt, hogy itt lehetek, bár én nem vagyok a foci sportnak a gyakorlója, az látszik rajtam is egy kicsit, de azt gondolom, hogy a szurkolása, a csapatok együttműködése, az itt lévő felszabadult adrenalin, amikor izgulunk is egy kicsit, szurkolunk is, barátok közt lehetünk, azt gondolom mindenféleképpen egy olyan esemény, amit Baktalórendházának, mint az egyik választókerületi járás központunknak nagyon fontos, az itt lévő embereknek pedig találkozhatnak rajtam kívül élő országgyűlési képviselőkkel, volt és jelenlegi képviselőkkel, a papok sem mindig reverendába járnak, a görögkatolikus egyház képviselői. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen társadalmi szinten és sportszinten is kiemelkedő eseménynek minősíthetjük. A mérkőzés első fél idejét 3-2-re nyerte a parlamenti válogatott a papok csapata ellen, a második játék részben pedig 2-2-re végeztek a jogász egylet válogatottjával.